Félszáz címmel tartott jubileumi koncertturnét a Felvidéken Zsabka Attila. A párkányi születésű gitáros, énekes, zeneszerző idén 50 éves. 30 éve van a zenei pályán. A felvidéki magyar zenei élet kimagasló egyénisége. Zsabka Attilának elsősorban a megzenésített verseit ismeri a nagy közönség. Egyénileg is fellép, de a Korzár, a Vadkerti Sipos Zsabka Trió és több más formáció alapító vagy oszlopos tagja. Több díj birtokosa. A Korzár együttes a Külhoni Magyarságért díjban részesült. A Vadkerti Sipos Zsabka Trió Felvidék egyik legrangosabb díjában, a Harmónia díjban is részesült. Paul McCartney és a Beatles egyik dalával, a Yesterday-jel kezdte a jubileumi koncertet Zsabka Attila is együttese. A dal ugyanis meghatározó volt az életében. 6 évesen látta az Egy nehéz nap éjszakája című filmet, és akkor elhatározta, ha felnő, énekes, gitáros és a Beatles tagja lesz. Ez utóbbi, ha nem is, de az előző kettő összejött Attilának, sőt, ennél jóval több. Zsabka Attila elsősorban verseket zenésít meg. 1989-ben unokatestvérével, Zsabka Zsolttal megalapította első zenekarát, a máig aktív Korzár verséneklő együttest. Attila elsődleges célja az volt, hogy a versek eljussanak a szlovákiai magyar iskolás diákokhoz. Magam is diák voltam annak idején, amikor ez a dolog megfogott engem, és hát tudom, hogy nagyon, nagyon szépé tette onnantól kezdve az mindennapjaimat, az életemet, ez a dolog, hogy ezzel foglalkoztattam hobbi szinten, és hát úgy gondoltam, hogy miért ne adnám meg ezt a lehetőséget másoknak is, más gyerekeknek is, nem csak én, nagyon sokan foglalkozunk ezzel. Ismerik is Zsabka Attilát egész Felvidéken. Urbán Csongor életét gyökeresen megváltoztatta a zenésszel való találkozás. Az éneklésre Zsabka Attila zenéje, munkássága ösztönözte. Láttam benne a zene iránti szeretetet, nagyon nagy lelkű ember, és nagyon sokat inspirált engem az életben, hogy énekeljek. Kisgyerekkorom óta szavalok, és mikor először meghallottam Attiláikat játszani, akkor felpesdült bennem valami, és tudtam, hogy én énekelni szeretnék. Legelőször Zétényben találkoztunk vele, egy templomi koncerten adventkor, nagyon megfogott bennünket a beszédhangja, az énekhangja, a személyisége. Nagyon becsülöm benne ezt, hogy így a magyarságot tartja, és hogy az irodalmat ilyen formában terjeszti. Nagyon szeretjük egymást, most nem csak azért, mert ezt kell mondani, hanem tényleg, hisz már évek óta együtt vagyunk, rengeteget, külön is, de legtöbbet így vagyunk, itt trióban, Attilával és a Matker tímivel. Attila egy nagyon jó szívű gyerek, tényleg fantasztikus ember, ritka, nagyon ritka ilyen ember. Az évek során kitűnő zenészekkel és előadó művészekkel dolgozott együtt, köztük Kátai Zoltán és Dínyés József énekmondóval, a Kaláka együttessel vagy Lakatos Róbert Brácsa művésszel. Korpás Évával Szécsi Pál emlékkoncerteket tartanak. Zsebzenekar néven szórakoztató zenét játszik a Kárpát-medence magyar lakta vidékein.